kárrendezés, megkezdődik a ceglédi ügy károsultjainak kifizetése, az állam a kormányablakok közreműködésével nyújt segítséget a munkavállalóknak. Férőhely, a Kőszegi utcai tömbelsőben kialakított zárt parkoló jelentősen enyhítheti a belvárosban közlekedők parkolási gondjait. Mulatság, Brenner József nagy prépost vehette át az év vasi embere kitüntető címet a szezon első báján. Bükön tartották a megyei rendezvényt. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Január 15-én hatályba lépett a ceglédi ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló kormányrendelet. Erről Harangozó Bertalan Bas megyei kormány megbízott tartott sajtótájékoztatót. A jogosultakat a kormányablakokban várják. Pénzbeli segítséget nyújt az állam azoknak, akik nem kapták meg a fizetésüket a Humán Operátor ZRT közreműködésével szervezett munkájukért. A kárrendezésre azok jogosultak, akik 2017. május 1-e és június 30-a között végeztek munkát, és 2018. január 15-én még követelésük áll fenn. A kérelem benyújtásához szükséges valamennyi a jogosultságot alátámasztó dokumentum, valamint a követelésre vonatkozó iratok. Ha ezekkel a kérelmező nem rendelkezik, nyilatkozatot tehet szóban vagy írásban bármely kormányablakban. Az összeget a Magyar Államkincstár folyósítja a károsultaknak. Február 28-áig lehet benyújtani a kárigényeket, ez jogvesztő határidő, tehát arra kérem az érintetteket, hogy lehetőség szerint a mai naptól éljenek ezzel a lehetőséggel, amennyiben megalapozott kérelmük és jogosultságuk van, akkor ezt az igényt február 28-áig érvényesíthetik és nyújthatják be az ország valamennyi kormányhivatalánál, illetve kormányablakánál. Összeadták át, de csak az utóbbi hetekben került be igazán a köztudatba a Kőszegi utcai tömbelsőben kibővített zárt parkoló. Ezzel némileg enyhült a belvárost jellemző helyhiány. A terület egy részét már több mint 5 éve használhatják a szombathelyiek parkolóként. A korábbi 30 helyett azonban most összesen 76 beálló hely könnyíti meg a belvárosban autózók dolgát, a Kőszegi utca 11, 17 és 25-ös számú épületek mögött. Itt a NAV meg az ilyen hivatalok közelébe ez nagyon kellett, mert az ember nem tudja, hogy mennyi idő alatt tud ügyintézni, és egy csomó pénz kifizetett feleslegesen, ez meg így nagyon jó, meg megközelíthető minden, úgyhogy én tényleg azt mondom, hogy örülök neki, hogy decemberben felfedeztem. A férőhely bővítést a Berzsenyi téri parkoló megszüntetése indokolta. A körzet képviselője szerint az új beálló helyek megnyitásával csökkenthető a többi belvárosi parkoló állandó zsúfoltsága. A Kőszegi utcából az adóhatóság udvara és egy kapuaj felől is be lehet hajtani, de gyalogosan is elérhető a terület. Ezt a parkolót is a Szíri utcával, nem csak a Kőszegi utcával, hanem a Szíri utcával is gyalogosan meg lehet közelíteni nagyon rövid úton. Hiszen a Szíri 26, az APEC parkoló felől 26/A-val jelölt kapuajban gyalogosan nagyon könnyen megközelíthetjük a bíróság épületét például, vagy más közintézményt, ami a Berzsenyi tér körül helyezkedik el. A belváros képviselői egyébként nem csak ez ügyben, hanem például a Széchenyi utcai balra kanyarodást tiltó tábla kapcsán is hallatja a hangját. Ott a tábla levételét támogatja. Nagy előnye ennek a parkolónak a biztonságosság. Sorompó zárja és térfigyelő kamera őrzi, és népszerű a korrekt díjelszámolás. Fontos tudni azt, hogy egyik övezetnek sem része ez a parkoló, hanem egyedi díjszabású. Reggel 8-tól este 6 óráig 240 forintot kell fizetni óránként. Hétvégén, illetve hétköznaponként délután 6-tól reggel 8-ig pedig jelképes 20 forint per óráért használható. Nagyon fontos az is, hogy perc alapján kerül kiszámításra a parkolódíj, amit ki kell fizetni. A területre egyébként 10.000 forintért havi bérlet is váltható, amely rendszámtól függetlenül több autóval is használható. Befejeződött a Jáki úti temető első világháborús síremlékeinek felújítása. A szakemberek különféle technikai eljárásokkal előbb megtisztították, majd újra színezték és felületvédőszerrel konzerválták a hősi halottak sírhelyeit.
A hősi emlékművek között magasodó, egykori kámoni kápolna előtt mondott köszöntőjében Puskás Tivadar kifejtette, hogy a nagyháborús emlékévhez kapcsolódóan a kormány jóvoltából hadisírok rendbetételére lehetett pályázni. Az elnyert támogatási összegnek köszönhetően megszépültek a Jáki úti temető első világháborús sírjai és emlékhelyei. 5 emlékművet, ezen kívül 578 sírt tettünk rendbe ebből a pénzből. A pénzösszege olyan 10,5 millió forintnyi volt, amit erre költöttünk. Az elmúlt évszázad vérzivataros első és második világháborúiban sok katonának az ellenség földje lett a nyughelye, mondta Hende Csaba országgyűlési képviselő, és hozzátette, hogy határainkon kívül több mint 600 ezer magyar hadisír van Európa szerte. Elemi érdekünk, nemzeti ügyünk, hogy a nálunk nyugvó német, orosz, lengyel, román, szerb és olasz, és még sok más nemzethez tartozó hősi halottaknak a sírjait megfelelően gondozzuk, hiszen csak így várhatjuk el, hogy a mi hőseink sírja is hasonló elbánásban részesül. A sajtóbejáráson elhangzott, hogy a sírkertben további emlékművek restaurálása várható. A szovjet katonasírok elég áldatlan állapotban vannak, szeretnénk azt az idei folyamán felújítani, és ezeket is rendbe tenni, hogy méltó módon valamennyi katonára emlékezzünk ebben a hősi temetőben, ne csak a magyarokra, németekre, hanem az oroszokra is. Az első világháborús sírok és emlékművek felújítása 2017 májusától egészen novemberig tartott. A munkálatokat a Rumirajki műpártoló kör tagja Módi Péter vezette. 13. alkalommal rendezték meg az országos gyermekdiabétesz napot, amelynek szervezési jogát idén a Markusovszky Kórház csecsemő és gyermekosztálya kapta. Az eseményen megjelentek a Magyar Diabétesz Társaság, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának és a gyermekdiabétesz szekció vezetői mellett az érintettek is. Szombathelyen több mint 50 éve foglalkoznak gyermekdiabétesszel. Nem véletlen, hogy sokan érkeztek szombat délelőtt az egyetem dísztermében rendezett egészségügyi programsorozatra. Az egésznapos rendezvénynek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekdiabétesben szenvedők ellátására, gondozóik munkájára. Számunkra ez különösen azért fontos, mert a rendezvény ötletgazdája vagy megálmodója dr. Szabó László főorvos nevéhez fűződik, ezen kívül még a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban 1967 óta működő gyermekdiabétesz szakambulancia létrehozása is. Január 11-e kiemelkedő dátum a diabetológia történetében, idézte fel Puskás Tivadar, aki mentő főorvosként felismerte, hogy a gyermekeket és a felnőtteket elkülönítve kell kórházba szállítani. 1922. január 11-én használták először az inzulint, és ennek nagyszerű hatása volt akkor arra a ketoacidózisban szenvedő gyermekre. Leonard Thompson kapta az első inzulin injekciót, és ezzel megmenekült a biztos haláltól. Azt megelőzően minden diabéteses kisgyerek meghalt. Magyarországon terjedt el a gyerekdiabétesz nap meg ünneplése, és mi nagyon szerettük volna, illetve ma is szeretnénk, hogyha ez átmenne a világra, úgyhogy a világdiabétesz nap mellett lenne egy gyerekdiabétesz nap is, hiszen mégiscsak nagy jelentőség, hogy egy gyerek volt az, aki először megkapta az inzulin injekciót. Napjainkban a korábbi 1-es és 2-es típusú felosztáshoz képest a diabétesznek különféle fajtái léteznek. A gyerekkori cukorbetegségek mintegy 90%-a 1-es típusú, ami azt jelenti, hogy életben maradásuk alapvető feltétele az inzulin beadása naponta. A hagyományokhoz hűen a megyebállal kezdődött a báli szezon Vas megyében. A nagyszabású rendezvénynek ezúttal Bükk adott otthont. Itt hirdették ki az év embere választás eredményét is. Az elismerést Brenner József nagypréposzt vehette át.
A hagyományőrzők bevonulásával, a megye és a vasi városok zászlajának bemutatásával kezdődött a 20. megyebálbükön. A vendégeket Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke, és Borhi László, az ELTE rektora, a rendezvény fővédnöke köszöntötte. A családjával érkező régész történész a bálok római kori gyökereiről beszélt. Az az időszak, amelyet mi báli időszaknak ismerünk, már az ókorban egy olyan időszak volt, amikor lezárult valami, és várták egy valami újnak a kezdetét. A nyitó táncot, Horváth Győző Kállai kettős koreográfiáját az Ungareszka Tánc Együttes mutatta be. A talpalávalót Charlie, majd a Galaxy Tánc zenekar szolgáltatta, az eseményen részt vett Puskás Tivadar polgármester is. Azt kívánom, hogy a 2018-as esztendő legalább olyan legyen, mint a 2017-es volt. 2018 a folytatás éve lesz Magyarországon. Éjfélkor adták át az évvasi embere 2017 díjat. A Vas megyért Egyesület kuratóriumának döntése alapján Brenner József nagypréposzt, nyugalmazott püspöki helynök vehette át az elismerést. Elmondta, nincs egyetlen olyan falu sem Vas megyében, ahol ne járt volna. Hát Vas megyében születtem, Szombathelyen, Vas megyében éltem le az életemet, és azért valamit hozzátettem Szombathelyhez, meg Vas megyéhez. 30 esztendeig voltam Szombathelyen a szalézi templomot kaplán. A tombola sorsolás bevételét a nyáron Bükön megrendezendő Szél Rózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó szervezésére fordítják. A báli szezon ezen a hétvégén folytatódik, Szombathely jótékonysági estéjét a Haladás sportkomplexumban tartják majd. Nagy küzdelemben 89-85-re kapott ki az Albafehérvár otthonában a Falkó Vulcano Energia KC kosárlabda csapata. A szombathelyiek a végjátékban elkövetett hibák miatt egy nyerhető meccset veszítettek el. A tavalyi döntő két résztvevője ismét rendkívül küzdelmes, színvonalas mérkőzést játszott egymással. A találkozó során egyszer tudott az egyik fél komolyabb előnyre szert tenni, ám a Falkó 31-20-as vezetését a hazaiak néhány jókor elsüllyesztett triplának köszönhetően szinte pillanatokat ledolgozták. Ezen kívül végig szorosan alakult az eredmény. A székesfehérváriak a hajrában picivel jobban összpontosítottak, így ők nyerték meg 89-85 arányban az összecsapást. Én azt gondolom, hogy jól felkészültünk a mérkőzésre, jól is játszottunk. Itt a végén talán kicsit jobban kellett volna koncentrálnunk, ami eldöntötte végül a mérkőzést. Tényleg kiki mérkőzés volt, fejfelmélet haladt mindkét csapat. A teljesen kiegyenlített mérkőzésen a szombathelyek a lepattanókban, míg a fehérváriak a triplákban voltak sokkal jobbak. A mérleg nyelvét a végjátékban Simpson jelentette, aki enyhe túlzással élve egymaga nyerte meg a meccset Dzunics Branislav csapatának. Nagyon idegesen játszottunk, nem is jól. A végjátékban már pedig úgy csináltunk, tehát először a támadásban megtaláltunk ezt a részt, megtaláltunk a helyzetek a legjobb dobónak, és sikerült kivédekezni és lepatonozni. Veresége miatt a Falkó visszacsúszott a tabella harmadik helyére. A sárga-feketéket azaz Aegis Körmend előzte meg, mely a MAFC otthonában nyert 73-62-re. A szombathelyek a következő bajnoki fordulóban a Jászberény csapatát fogadják az Arena Szaváriában. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!